Köszöntöm Önöket az Írci Zóna aktuális adásában, melyben elsőként a március 25-i képviselőtestületi ülésre látogatunk el. Bemutatjuk Zircváros mentősét, a Veszprém megyei rendőrkapitányság, kapitányság vezetői jelöltjét, és közzétesszük az Zircváros díszpolgára cím, a Pro Urbe emlékérem, az Zircváros közszolgálatáért, valamint az Zircváros sportjáért kitüntetések felhívását. Az árkok tisztántartásával, a lomtalanítással, az ebb összeírással kapcsolatos tudnivalók után ismertetjük a környékbeli vadásztársaságok elérhetőségeit és Bakony Volán megváltozott menetrendjét, majd felhívjuk nézőink figyelmét a rendőrség legfrissebb hírlevelére. Suli rovatunkban a Rákóczi téri villámcsődület után szó lesz az általános iskolai beiratkozásról és a leendő elsősöknek szervezett játszóházról és a kollégiumok megyei Ki mit tud versenyének Zirci vonatkozásáról. Második Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára emlékezett a Zirci Országzászló Alapítvány. Összeállításunkat követő kulturális blokkunkban Huczár G. Lőrinc atya osztja meg nézőinkkel húsvéti gondolatait, majd a Művelődési Ház játszóházába indulunk, ahol hagyományos kézműves technikával is készültek a szebbnél szebb tojások. A Városi Könyvtár információi után részletes tájékoztatást adunk a múzeumok és a műemlék könyvtár nyitvatartásáról. Sporthíreinket követő magazinműsorunkban megtekinthetik az 1994-es húsvéti játszótér adását, a Zirc Annó sorozat, Kis templomot és Zirc keresztjeit bemutató epizódját, valamint a Bakony az én Párizsom című dokumentumfilm sorozat harmadik részét. Jó szórakozást kívánunk!